Köszöntöm Önöket, Berekföldön vagyunk, és Endrei Judittal beszélgetek, akivel már nem először találkozom, hiszen épp az előbb beszéltük meg, hogy 2002-ben már a fesztiválon itt találkoztunk. Jó sok időt telt el azóta. Gondolom, hogy most, hogy átjött a falun, látta a fejlődést. Hogy tetszik Berekföldő? Ide ritkán jövök, ezért aztán látom, hogy azért mindig valami újdonság történik. Hát először is gyönyörű lett itt a fürdő bejárata. Sajnos csak a bejáratát látom, mert mégse lett időm arra, hogy fürödjek is egy jót. Úgyhogy magára a fesztiválra azért két szót hadd mondjak, hogy az bennem olyan jó emlék, ként maradt meg. Egyrészt itt tényleg olyan nagy pezsgés volt az alatt, talán 10 napig tartott az a fesztivál, meg a gyerekeimmel voltam itt, tehát mi magunk is, bocsánat a kifejezésért, egy jót bulisztunk itt azok alatt, a napok alatt, meg fürödtünk, meg élveztük itt az emberek kedvességét. Úgyhogy nem tudom, hogy azóta vannak-e ilyen fesztiválok, biztosan, de most is jó szívvel jöttem, annál is inkább, mert kedves barátok laknak itt, Bódi Zoliék, úgyhogy az ő ötlete volt a mai délelőtt is. Egyébként, ahogy beléptünk, megmondom őszintén, hirtelen nem is ismertem meg, olyan fiatal, csak ahogy ránk köszönt, mert úgy máshol beszéltük meg a találkozót, és úgy hirtelen meg is lepődtem, a hangra figyeltem, tényleg nagyon fiatal. Köszönöm szépen, hát 63 leszek májusban, úgyhogy nem tagadom le az idő múlását, nyilván teszek azért, hogy energikus meg aktív maradjak, de semmi extrát nem csinálok magammal, csak élek. Akkor a kortalanul az tulajdonképpen egy ilyen átvitt értelemben önre is vonatkozik? Igen, úgy élek, ahogy ebben a korhatártalanul programban is hirdetjük, hogy nem kell megijedni az idő múlásától, mert az akár félünk tőle, akár rettegve gondolunk az idősödésre, az akkor is bekövetkezik. Akkor meg inkább próbáljuk kihozni belőle, amit lehet, szoktam mondani. Úgyhogy nagyon nyitott vagyok a világ dolgaira, szeretek új dolgokat tanulni, nagyon szeretek jönni-menni. Most is így az új könyvem által egy jó kis körutat állítottunk össze így márciusra, sok könyvtárban, nagyobb városban. Tegnap Hajdúszoboszlón voltam, nagyon sokan eljöttek, egy nagyon jó hangulatú este volt. Előtte két nap, két csöpnyi könyvtárban voltam Szeged környékén, ma megyek még Jászdózsára, este Jászberénybe. Tehát egy ilyen tempót nem is lehetne ilyen, bocsánat a kifejezésért, punyadó öregasszonyként csinálni. És hát itt mondta, hogy sok mindent meg is tesz ezért. Mi ez a sok minden, amit tanácsolna esetleg nézőinknek, hogy ne essenek kétségbe a 6. X után sem? Nekem fontossá vált a gyaloglás. Ez egy nagyon egyszerű dolog, persze hát vidéken ez nem egy extra különleges dolog, mert az emberek zömében így gyalog közlekednek, ugye? Tehát megvan a napi néhány kilométer a lábukban, de egy jó tempós gyaloglásról beszélek. Másrészt, hát az étkezés, ugye ez egy nehéz ügy nálam, mert azért szeretem a jó paraszti ételeket, olykor egy kis hurkakolbász, füstölt kolbász, olykor egy kis kenyérvége, de hát azért alapvetően mégiscsak igyekszem sok zöldséget, gyümölcsöt enni, csirkét, halat, ha úgy adódik. És hát igyekszem olyan könyveket is olvasni, olyan emberek között is lenni, akik nem mindig tele panasszal, mert sok dolog, amire panaszkodunk, az tőlünk független, úgysem fogjuk tudni megoldani. Tehát igyekszem olyan emberek között lenni, akik, hogy pontosítsam, nem arról van szó, hogy én mindig röpködöm a föld fölött, és én nekem nincsenek megoldandó gondjaim vagy feladataim, de igyekszem mi hamarabb megoldani. Szerintem ez is egy jó dolog, hogyha az ember nem ül a pajain, hanem igyekszik azt minél hamarabb lerakni, megoldani, mert az is le tudja húzni az ember. Szóval nagyjából ilyesmi. A múltkor láttam egy beszélgetős műsorban, amit Áber Anita vezetett egy kereskedelmi csatornán, és ott azért a humora is megmutatkozott. Tényleg, de jó. Tehát én azt gondolom, hogy ez is fontos. De jó, hogy ezt észrevettem, mert nekem azért elég szelíd, szolíd humorom van, bár a könyvben is azért némi öniróniával előhoztam magamból. Jó, ennek örülök, hogy hát a humor, a nevetés az egyik legjobb stresszoldó. Ugye az a baj a mai világunkkal, vagy talán nem a világgal, hanem velünk emberekkel, hogy lótunk, futunk, sok mindenen stresszelünk, nem oldjuk fel ezeket a
stresszt okozó, nem oldjuk meg ezeket a dolgainkat, problémáinkat, és a stressz úgy ránk telepszik, és egyszer csak betegek leszünk. Ilyen betegség, olyan betegség, ugye ezt nemrég egy orvostól hallottam, hogy ilyen, hogy betegség nincs, hanem van kezeletlen stressz. Na most, hogy visszatérjünk a kérdéshez, a humor, a nevetés az egyik legjobb stresszoldó. Úgyhogy kívánom, hogy minél többet nevessen mindenki, keresse akár csak könyvben vagy televízióban, keresse azokat a pillanatokat, amik jó kedvre derítik. Azért akad. Gondolom, hogy azért ön is sokat utazik, és látja az embereket, és nagyon sokszor azt tapasztalhatjuk, hogy inkább elnéznek, tehát nem akarnak a másik szemében nézni, hogy nehogy véletlenül kommunikálni kelljen, egy mosolyt meg kelljen ereszteni, vagy esetleg egy vicces történet történik buszon bárhol. Tehát inkább ilyen közömbösek az emberek, ez is egy ilyen, a mosoly is sokat jelenthet. Hát ezt mélyen hiszem, és hirdetem is ezt, hogy a mosoly az egy jó belépő, akár egy hivatalba, akár egy ügyintézéskor. Hát a baráti körben ez nem külön feladat, mert ott jön tényleg magától. Nem egy ilyen, mostanában is nem egy ilyen kis történet volt, hogy így csapta-vágta a posta hivatalnok a dolgokat, és akkor én úgy elkezdtem vele nagyon kedvesen, empatikusan, hogy hát ilyen rossz napja van, hát mit? És akkor utána úgy szépen így megnyugodott. Igen, a mosoly... Akár gyakorolni is lehet. Nőknek szoktam mondani, hogy figyeljetek, az idősödés az jön. Ugye mindenkinek ez a kis ránc, itt a gravitáció dolgozik. De mondom, próbálgassátok esténként, hogy egy mosollyal, tehát egy mosollyal az ember arca megfiatalodik, mert nincsenek ezek a lelógó ráncok, hanem egy mosolytól a derű, az energia árad az emberből. Úgyhogy szoktam ezt feladatként adni a hallgatóságnak. Akkor reméljük, hogy itt is meg fogják majd sokan fogadni. Végezetül a lányokról tudhatunk-e valamit, merre járnak? Hát a lányaim most már lassan így leválóban vannak rólam, ami így a dolgok rendje, nem a természetrendje, a dolgok rendje. A kisebbik kint tanul Hollandiában, nagyon szorgalmas kislány, és emellett dolgozik is, tehát segít nekem, hogy ne csak az én feladatom legyen az ő menedzselése pénzügyileg. A nagyobbik lányom itthon Budapesten tanul, ő is dolgozik, úgyhogy nagyjából lassanként a saját lábukra állnak, amit nem bánok, mert néha nagyon élvezem azt, hogy egyedül vagyok, és én uralom a házat, és végre az van, amit én akarok. Egyébként nem tudom, hogy mennyire kézimunkázik, tehát úgy nem tudom, hogy elképzelni, hogy most leül a fotelba, és akkor köt, horgol. Ennél egy picit vibrálóbb személyiségnek gondolom. A televíziós korszakomban, amíg tévébemondóként dolgoztam, rengeteget kötöttem. Néha így egyik-másik szekrényből kidől egy pulcsi, vagy egy félbehagyott pulóver, de aztán jött ez a nagyon nyüzsgő, jövő, menő élet, tehát a kötés abban maradt. És épp valamelyik nap mondtam a hugomnak, mikor így ilyen kislány ruhákat láttunk, hogy nem mondom, ha jönnek az unokák, csak elő fogom szedni a varrógépet, meg a kötőtűket, mert akkor megint lesz valami, amiért érdemes. Úgy néha vágynék ám rá, hogy így, ugye manapság sokat beszélnek róla, hogy ez a kreatívkodás, kézműveskedés, ez mennyire jól hat a stresszoldásnak is megfelel, meg az ember lelkének, jobb agyfélteke jobban beüzemelődik, tehát nem csak arról van szó, hogy színezgetek egy könyvet, és erre mostanában úgy vágyom, csak meg kell találnom a megfelelő időt rá. Hát akkor én azt kívánom, hogy minél hamarabb az unokáinak is köthessen, és azt... Azzal azért várjunk. Azért akkor várjunk, akkor még soká igen, kívánom ezt, de azt kívánom, hogy maradjon ugyanilyen fiatalos, és sok-sok örömet kívánok még önnek. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Én meg jó munkát, meg élvezze mindenki, vegye észre, hogy milyen gyönyörű az Alföldön is, milyen gyönyörű a tavasz, amikor épp, hogy minden kezd kivirágzani, a bimbók kipattanak. Én nagyon szeretem ezt a korszakot, úgyhogy azt kívánom, hogy mindenki nyissa ki a szemét a körülötte lévő világra. Köszönjük szépen! Kedves vendégeink, szeretettel üdvözlök mindenkit, főleg a mai napon, a nők napja alkalmából. Hölgyeket különös nagy szeretettel köszöntöm, és nagyon-nagyon sok egészséget nekik, és mindenfajta képen virújatok, mint a szép virágok. Zoltánoknak is minden jót kívánok, saját magamnak is, így mindenki köszöntve lett. A nézőket természetesen nagy
nagy szeretettel üdvözöljük, és a mai meghívott vendégünk Szentendrejéből jött ide. Kedves vendégeink, a régi szép időkben, még amikor nem volt 100, meg akármennyi csatorna, volt egy M1 csatorna, és annak egy nagyon bűvályos, nagyon kedves hölgy, akit láthattunk folyamatosan évtizedeken keresztül, aki segített nekünk abba, hogy mi következik, mit fogunk látni, sok riportot is készített. Tehát a Magyar Televíziónak az egyik meghatározó bemondóját szeretettel üdvözlöm és köszöntöm itt Berekföldön Endrei Judit. Köszönöm szépen ezt a nagyon kedves, nagyon szeretetteli felvezetést. Elvetted az én lehetőségemet, hogy a Zoltánoknak azt mondja, hogy Isten éltessen minden Zoltán, de legfőképpen Bódi Zoltán, kedves régi barátomat, akinek tulajdonképpen a kedvéért jöttem ma Berekfürdőre, hogy itt egy kicsit élvezzem ezt a sok szépet, meg jót, amit Berekfürdő jelent. Zolikám, átadom a kérdezés lehetőségét. Köszönöm, és elnézést, hogy itt csak én is egy csomó Zoltánt ismerek, úgyhogy kihasználom a lehetőséget. Nem, persze, így van, jó. Én ott szeretném kezdeni, hogy Judit kapott egy nagyon szép díjat. Méghozzá volt egy olyan kérdezés a nézők között, hogy ki a legkedvesebb, ki a kedvenc bemondója Magyarországon a televíziónak. És Juditra esett az első helyezett, tehát őt abból a díjjal is kitüntették, hogy a legközkedveltebb tévébemondó Magyarországon, ami az akkoriban is. Gratuláltam. Nos, mi megismerkedtünk már nagyon régen, úgyhogy régi barátság tűz össze minket, aminek én nagyon is örülök, hogy a mai napig is még ez megvan. Egy kicsit oda szeretnék visszanyúlni, hogy hogyan ismerkedtünk meg. Aha. Na kíváncsi vagyok, te hogy emlékszel, és aztán elmesélem én. Így van. Tehát volt nekünk egy közös barátunk akkoriban, Sütő Péter. A gyerekeim apukája lett aztán. Így van, és Péter akkor nagyon fülig, idáig szerelmes volt Juditba. Tényleg? És Péter megkért arra, hogy vigyem őt el Szentendrére, mert Juditka akkoriban már ott lakott Szentendrén, és hogy van egy bűbás, hogy olyan szerelmes, nem tudja mit csinál, hogy, mint. És akkor én még Svájcban éltem, és hazajöttem, és akkor Péterrel nagyon jó kapcsolatban voltam már régen, és akkor kivittem őt Szentendrére, és ott megálltunk a kapuba. És néztétek a házat. És így van, és ott jaj, mit csináljak, menjek, ne menjek, szólítsam Juditot, Péter természetesen. És na hát ott tudtam meg, hogy Péter és Judit mégis már szerelemben vannak. És később aztán házasság, családalapítás, minden, és így kezdődött, hogy a televíziónál megszűnt, illetve megszűntett. Na várj, én is hadd mondjam el, hogy én, és miért van a szívemben örökre hála irántad, mert akkor még én nem ismertelek téged, elutaztunk Péterrel Németországba, hogy Münchenben az Operett Színház minden évben vendégeskedett, és Péter ugye újságíróként írt róluk. És ahogy megérkeztünk, rögtön érzékeltem, hogy Péter szívesen látott vendég abban a közegben, engem meg nem annyira szívesen láttak ott. És hát ugye Péter nagyon elegánsan kezelte ezt a helyzetet, nyilván engem nem tetett ki annak, hogy... És akkor azt mondja, hogy figyelj, de már olyan közel vagyunk Svájchoz, ott van nekem egy nagyon kedves barátom, de ez este 11-kor, éjfélkor volt, egy nagyon kedves barátom, felhívom a Zolit, hát ha ő fogad minket. És felhívott téged, és mondta, persze, gyertek nyugodtan, és annyira jól esett. Odaadtad egy bűvályos, szép kis lakásod volt. Most a településre nem emlékszem, de hogy gyönyörű... Brunnen. A Luzerni tópartján. Úgy, egy gyönyörű helyen, és hát tényleg élveztük minden pillanatát annak a... Végül is így egy jó kis nyaralás. És ha valaki velem így az életben jót
de ezt én azt soha nem felejtem el is. És nekem, tehát azóta tudom, ugye nem napi a kapcsolatunk, mert ti is élitek itt a magatok életét, én is élem a magam életét, de biztos vagyok benne, ha én felhívnálak téged, hogy Zoltán, segítsetek erre, akkor biztos, hogy rögtön segítenél. És én szerintem ezek az emberi kapcsolatok azok, amiket nagyon kell őrizni, mert egyébként sok felszínes kapcsolata van az embernek, amiről esetleg azt hiszed, hogy jaj, milyen jó aztán, ha megmérettetik az a kapcsolat, kiderül, hogy nem. Úgyhogy innen datálódik a mi barátságunk. Na, amit akartál kérdezni, hogy hagyjál kérdezni? Hát ugye megvan, hogy akkor miért ismerjük egymást, hogyan. Én kicsit azért most már a te életedre szeretnék egy kicsit rákérdezni. Mikor kezdted el a televíziót? Hát ez nagyon érdekes, mert épp a napokban villant át rajtam, így belém hasított a felismerés, hogy éppen 40 éve. Tehát éppen 40 éve ezekben a márciusi napokban, a dátumot nem tudom, vittek fel Budapestre. Egy véletlen folytán adódott a lehetőség, tehát én nem készültem semmilyen pályára. Egy tanárom ötlete volt a Szegedi Tanárképző Főiskolán, hogy lesz ott egy tévéstúdió, fiatal lányokra van ott szükség bemondóként, és 5 lányt elvittek Budapestre, és az 5 lány közül, én egyébként hát ma nehezen lehet rólam elhinni, de egy nagyon gyámoltalan, nagyon pirulós, nagyon vidéki kislány voltam, de azon a napon valami olyan felszabadult érzés volt bennem, olyan felszabadult voltam, hogy nem izgultam, nem pirultam, nem izgultam. És akkor ötünket megnéztek, meghallgattak. Miért nem izgultam? Mert az összes többi lány szemnek láttam, okosabbnak, csinosabbnak. Hát mondom, akkor őket fogják úgyis választani, és nem engem. És akkor végül mégis Fischer tanár úr engem választott ki, és 40 éve volt ennek, akkor elkezdődött egy tanulási folyamat, és aztán 40 éve, 76. november, azt hiszem 25-én indult el a körzeti stúdió, és hát az én egész televíziós pályám. Szóval ez egy egészen hihetetlen érzés ez, amikor az ember kimondja, hogy 40 évvel ezelőtt, hogy abban mi minden van, és hát egy csoda, na. Tehát a szépre emlékezzünk, hát magyarul így igen. Lehet azt mondani, mert természetesen a televíziónak mint mindig vannak ugye szépségei, érdekességei, felejthetetlen momentumjai, igen. Gondolom. Van neked egy kedvenc ember, legyen a sztár, legyen a politikus, legyen az akárki a világon, akivel mondjuk a legszebb riportot készítetted, vagy a legérdekesebb riportot készítetted? Hát tudod, ezen néha szoktam gondolkozni, hogy vajon ki az, akire mindig emlékszem. De annyi emberrel volt alkalmam beszélgetni, híresekkel, néha gyerekeim, mama, te tényleg ezt is ismered, meg tényleg őt is ismered, tehát hogy tehát rengeteg a magyar művész világból, hát tényleg a legnagyobb Besenyeitől kezdve, most nem tudom én, ő ugrott be először, Zoránig, tehát annyi nevet mondhatnék, zenekarok, énekesekkel. És nekem azért azok is nagyon jól eső beszélgetések voltak, mikor nem úgymond híres emberekkel beszélgettem. Mert én nekem az a fontos, hogy egy embernek legyen értéke, vagy tartalma. Sugárzás. Igen, tehát nem feltétlenül kell neki, nem tudom milyen híresnek lenni. És azért ilyenekkel is volt alkalmam, hiszen mikor én a bemondó fülkéből kiléptem, és különböző szolgáltat napközi, akkor a 10 órai, akkor a saját műsoraim, akkor a Leporello, tehát ezekben a kincsestár, most a Bánsági Ildikó is benne, milyen csodálatos színésznő, ragyog most is, pedig hát azért ő is elmúlt már annyi, mennyi, de nagyszerű színésznő. Tehát
a szolgáltató műsorokban is orvosok, különböző szakmák képviselői. Tehát nehéz egyet kiválasztanom, Szabó István, Koltai Lajos. Tehát nehéz egyet kiválasztanom, inkább azt mondom, hogy sok-sok-sok jó beszélgetésben volt így részem, mert amúgy meg beszélgetni nagyon szeretek, az az igazság. Úgyhogy nem kell félni, hogy a társaságomban valaki unatkozna, mert... Jó, tehát akkor magyarul a sok mindenki adja azt az egyet. Igen, jó. Sok-sok érték adja azt a nagy értéket, ami a televíziózás hozta neked. Igen, ezt nagyon jól fogalmaztam meg. Én köszönettel tartozom neked mai napig is mellékesen, mert emlékszem arra az időre, amikor filmet forgattál rólam, ugye, mert volt egy idegenforgalmi időszakom. Az idegenforgalomba, vagy a vendégcsalogató szakmába voltam akkor is, és én Svájcból hoztam ugye vendégeket, és én csináltam egy olyan merész lépést, hogy nem a Dunakanyar, nem a Balaton, nem Bugac, nem Budapest, hanem Kelet-Magyarországot akartam megismertetni ugye a külföldi vendégekkel, ami nagyon szépen be is jött, és te voltál, aki erre a dologra felfigyelt, és elkísértél egy heti túrára, hogy mit csinálok én a svájciakkal Magyarországon. Mert nekem ez annyira különleges volt, ugye, hogy mi magyarok, akik itt élünk, sokszor nem is értékeljük azt, ami így előttünk van, vagy a kezünkben van. Pláne, ugye én is alföldi születésű, nem annyira messze innen gyerekeskedtem, Szolnok mellett egy kis faluban, és ugye hát mit lát? Hát sík vidék, ugye? És valahogy szerintem nem tudtam elképzelni azt, hogy egy Svájcból ideérkezett hazánk fia, mi az, amit a gyönyörű, magas, havas, sziklás csúcsok után, pláne itt a Hortobágy mellett, mi az, amit te megláttál itt? Mi az, amit te megszerettél? Most te válaszolsz most rá, mert a filmre emlékszem, és azt nagyon élveztem is, de most is kíváncsi vagyok. Ugye az Alpok után az extremitás, ugye a síkság, mert ugye az Alpokban, hogyha felmegy a csúcsra, nagyon messzire látni. De ugye nem kell felmenni egy csúcsra, a Földön vagyunk, és nagyon messzire, de itt nem a messzelátás, a széles látás. Tehát nincs bekorlátozva a látása. Az emberek megnyílnak. Amikor ugye idehoztam a svájciakat, és ugye egy kézzel mutattam én ezt, tehát ilyenek voltak. Uh-huh. És amikor jöttünk Budapest felől, ugye Eger felé, tehát már kezdett laposodni, meg minden, már amikor 33-osra menjünk a Hortobágy felé, az emberek így elkezdtek megfordulni. Yeah. És kinyíltak. És az a alpesi ember, aki ilyen szűklátású, az hirtelen széles látású lett. De érdekes. De nem is a magasság, meg a síkság, hanem inkább az a széles látás. Az a határtalan látás. Az a, mit Európa ugye megpróbál valósítani, tehát a közös Európa. Az itt Magyarországon szerintem mindig megvolt, mert a mi talaj, ami geográfikai fekvésünk adja automatikusan, hogy határtalan látást. Uh-huh. Tehát ez szerintem Európának a kezdete. Na, ez a különlegesség fogott meg engem akkor, és ezért csináltunk mi akkor ebből egy, szerintem egy szép és hangulatos. Azt hiszem, hogy a 40 perc igen, is interjú volt. Nem is volt. Nos, te vagy itt a lényeg, nem én, de én ezúton is meg szerettem volna köszönni, hogy akkoriban ezt a filmet megcsináltad. Jó lenne egyszer talán ezt a filmet megtalálni, mint emlék, mint memoár. Biztos meg van valahol otthon. Majd akkor, ha rendet kéne rakni, ez az önök vágyam. Nagy köszönet neked ma utólag is. Menjünk akkor megint vissza hozzád. Tehát, A televíziós élet úgy kicsit abban maradt, tehát nem volt a mindennapjaid, nem volt a smink, akkor a fény, akkor a Rivalda. Mit csináltál? Amellett, hogy családot neveltél.
Ugye 98-ban döntöttem úgy, hogy eljövök a televízióból, mert valahogy azt éreztem, és mind a mai napig igazi választ nem tudok rá, hogy miért állt elő egy olyan helyzet, hogy azt kezdtem érezni, hogy már nem számítanak úgy rám. Tehát 96-98, akkor olyan 43-46, jó számolok, 45 éves körül voltam. 43-45, így van. És én nem akartam egy ilyen megtűrt, öregedő képernyős lenni a televízióban. Tehát, és ebben a húgom, akinek ez szakmája is, hogy az emberek életpályáját segít terelgetni, nagyszerű szakember lett a sok év alatt, mondta mindig azt, hogy figyelj ide, így az ember a 40-es évei közepén még egész új dolgokba is belekezdhet, még bármi lehet. És aztán eljutottam a döntésig, nem volt könnyű döntés, de eljutottam addig a döntésig, hogy akkor elhagyom a televíziót. Sokan csodálkoztak, mert a televíziós munkába bele lehet szeretni, és azt én is imádtam, de mégse akartam egy megtűnt öregedő tévés nőszemély lenni. És hogy az új életemben mi mindent csinálok? Hát először is a könyvek lettek részei az életemnek. Nagyon szerettem mindig olvasni, de soha nem gondoltam, nem vágytam arra, hogy majd egyszer lesz egy könyv, aminek a borítóján szerzőként az én nevem szerepel. De aztán ez is egy baráti ötlet volt, hogy könyvírás, és nem készültem erre se. Látod, valahogy érdekes így végig gondolni az életemet, hogy valahogy kaptam mindig a sorstól valami ajándékot. Most nem tudom azt a viccet elmesélni, amikor valaki imádkozik a Jóistenhez, és kap a Jóistentől megmentési lehetőség. Van egy jó vicc, erre kéne emlékezni, ha már szóba hoztam. De az illető sose veszi észre, hogy mikor kapja a Jóistentől a segítséget, és fönn a mennyországba aztán reklamál. De hát Jóisten, hát azt mondta, hogy örökké fogok élni, és mondta Jóisten, hát figyelj, ezt is azért küldtem, nem vetted észre, azt is azért, azt se vetted észre. Én meg úgy látszik, hogy valahogy mégis ezeket az elén pottyant lehetőségeket észrevettem, éltem vele. Ugye a tévézés is ilyen volt, ha úgy veszük. A könyv is egy baráti ötlet alapján jött az életembe. És aztán annyira kedvet kaptam hozzá, hogy ugye ősszel most már a 7. könyvem jelent. Tehát, és szeretem csinálni, szeretek anyagot gyűjteni. Most ebben az első, ez az első olyan könyv, amiben ugye a lelkem benne van, egy kicsit a családomról írok, a gyerekkoromról, tehát ami úgy nem nagyon újságírókat, pláne bulvár sajtót nem nagyon érdeklik az ilyen, hogy mondjam, hétköznapi emberi dolgok. Akkor ugye az, hogy nyitott vagyok és szeretek tanulni, a húgom ötlete volt, hogy na akkor coachnak, ugye ez az emberedző, végül is ez a szakma. Elvégeztem egy iskolát. Akkor megint pottyant egy lehetőség elém, egy nagy biztosító pénzügyi cég kitalált, hogy mediátort, pénzügyi mediátort akar használni. Ők azt hitték, hogy majd én dísz leszek az ő kalapjukon, és akkor én csak egy ilyen marketing fogás leszek. Hát rögtön beiratkoztam egy ilyen iskolába, és kitanultam ezt is, és 2,5 évig ez volt a munkám. Akkor elkezdtem közösségeket, otthon Szentendrén. Ugye valahogy amíg tévéztem, ilyen csőlátásom volt, és csak a televízió, meg a televízió, a televízió. És akkor a húgommal csináltunk 2 fesztivált is egymást követő évben. Az egyik a gasztronómiai volt, a másik meg a Hölgyek Fesztiválja. Tényleg, akkor a Skanzenmal 5 évig csináltunk nyári színházat. Tényleg olyan minőségi programokat vittünk oda ki. Közösségeket szervezni. Otthon Szentendrén egy kis egyesületet, akkor ugye ez az 50 pluszos korosztály. Tehát mindig van valami, amit úgy jól esik csinálni, vagy fontosnak tartom. Szeretetből csinálja az ember. Sokszor van úgy ám, hogy tényleg, persze nem vagyok álszent, nekem is fontos a pénz, én is abból élek, abból tartom el a gyerekeimet is, de azért nem mindig mindenben a pénz az első gondolatom, és ezt úgy fontosnak tartom megfogalmazni, hogy a szüleimtől
kaptam útravalónak, hogy kaptuk a húgommal azt, és ma ez szerint élünk, hogy hasznosnak lenni. Tehát, hogy egy kis közösség, vagy egy tágabb közösségnek én legyek hasznára bármiben. Egy jó ízű beszélgetés, egy jó gondolat elindítása, egy segítő szó. Tehát ez a, hogy ne csak úgy lenni a világban, hanem valamitől fontos legyen az, amit másoknak adok. Igen, van egy ilyen motto, ami után lehet élni, és szerintem ez nagyon sok embernek figyelmébe kellene, hogy vegye. Minden nap úgy teljen el, hogy valami jót csinál. Igen, tehát így van. Nem muszáj az egy nagy dolognak lenni, igen, de adtam egy kis csoki darabot egy kis gyereknek. Igen. Egy idősebb nénnek segítettem a táskáját, igen, berakni a kocsiba, igen, vagy akármi. Tehát apróságok, igen, csak mindig legyen egy olyan, hogy szívesen visszagondolok arra a napra, illetve a napnak a folyamára, hogy tettem valami, igen, jót. Teljesen egyetértek. És valóban nem nagy dolgok és nem világmegváltó dolgokról van szó, hanem... Mert a minden ember ezt csinálja, a sok kicsi, egy nagy... Ugye, mert mi részecskék vagyunk ebben a nagy, igen, életben, és a lényeg a dolognak az, hogy az hiszem felfedezted azt, hogy amikor én segítek embereknek, jó jön vissza. És nem mindig mert attól kapod vissza. Nem, így van, nem ész valaki. De csak arra akartam kiukadni, hogy én, ahogy most így elbeszélgettünk, úgy érzem, hogy boldog van. Igen, ez manapság az emberek félve mondja ki, hogy boldogok, mert a boldogság az nem, most itt ülünk néhányan, ugye, ha most mindenki megosztaná maga érzését ebben kapcsolatban, tehát a boldogság az nem olyan, hogy akkor hónapokig semmi, csak így lebegek az éterben és boldog vagyok, de mégiscsak van az a jó érzés, hogy van két szép lányom, értelmesek, egészségesek, csinosak. Épít, csinosak, igen. Te ismered őket kislányként, azért kis husi-musik voltak, és most arra azért tényleg mind a kettő olyan szépen kinyílt, kivirágzott. Hogy tényleg olyan emberekkel dolgozom az egyes munkáimban együtt, akikkel szívesen töltöm az időt. Nincs nagy baráti társaságom, de van néhány ember, akire tudom, hogy számíthatok, de ők is számíthatnak rám. És akkor ebből jön az a szeretem a természetet, nekem a természet az mindig egy olyan erőforrás, ami ez naponta visszatér. Hallom, hogy Nordic Walkingozol, és sokat vándorolsz idősebb korosztályokkal. Igen. Kedves Judit, egy könyvedre térve, mert igen, ez volt az apropója, ugye, hogy most járod országot. Igen. Nos, van-e valamilyen nagyobb tervet, amit a jövőben szeretnél végezni? Amellett, hogy ugye most a könyvedet... Így van, abszolút a könyvnek. Mert ez a könyv, ez nem egy kampány. Határtalanul. Korhatártalanul. Tehát itt is tehát megint a határ... Igen, a kitágítás, ahogy te csinálod. Tehát nem hagyom magam beszűkíteni. És másoknál is ez, tehát az, hogy idősödni kezdünk, vagy valaki már kicsit előri, nem szabad, hogy ő azt érezze, hogy korlátozva van az életemet. Én azt szerint élek, hogy az idősödés az új esélyeket is ad. És lehet élvezni az, ugye ül itt a társaságunkban egy hölgy, aki berekfürdőre kijön tavasszal, itt van egész nyáron, élvezi a jó vizet, élvezi a zöldet. Tehát igen, így kell élni, hogy az embernek ki kell az élettől venni magának azt, amit tervek. Biztos, hogy lesz folytatás ennek a könyvnek, mert szeretnék, ugye ebben a könyvben kevesebb az interjú, tehát jó lenne egy olyan könyvet csinálni, ahol ismert vagy nem annyira ismert emberek, de ezeket az élet receptjeiket megosztják, hogy tényleg hogyan érdemes élni, hogyan lehet ezt az idősödéstől, mert azért mindenkiben benne van a félelem, vagy aggódás, hogy lesz, hogy egészség. Ami beteggé tesz. Azt tesz beteggé, a rossz gondolat, így van.
Úgyhogy biztos lesz könyv, biztos, hogy ennek a közösségnek, a korhatártalanul egyesületnek most már ideje, hogy ezt ugye egy picit megerősítsen, nagyobbra szervezzen, mert ez egy fontos dolog. Biztos, hogy lesznek utazásai, mert utazni nagyon szeretek. Úgyhogy tevékeny életet élek, és azt szeretném, ha akire én hatással vagyok, ugyanúgy ezt a pezsgést tartaná, inkább követendőnek. Hát kedves Judit, úgy érzem, hogy sok mindent megtudtunk. Egy kicsit a mi kapcsolatunkról is, aminek nagyon örülök. Én kívánok a pozitív útodon, mert ez egy nagyon pozitív út, és egy nagyon nehéz út, mert ugye ez nem arról szól, hogy leszek gazdag, nem arról szól, hogy leszek egészséges, nem arról szól, hogy ilyen kütyüt vegyél és olyan kütyüt vegyél, hanem te végül is egy könyvet, ahol leírod, hogy a kor az határtalan. Uh-huh. És hogyha ezt a könyvet az emberek elolvassák, amit én már olvastam szerencsére, és nagyon-nagyon javaslom, hogy ezt a könyvet vegyék kézbe. Nem csak az idősek, hanem a középkorosztály is, még a fiataloknak az korai, de a középkorosztály is vegye, hogy felkészüljön arra, hogy igen, a kor az határtalan. Tehát mindig az ember úgy éljen, hogy 50 vagyok, akkor úgy kell élnem, mint 50 évesnek? Nem. Uh-huh. Ahogy a szíve diktálja, ahogy a lelki állapota, tehát lehet nyugodtan fiatalabb. Így van. Nem muszáj öregnek lenni és öregen élni. Lehet az ember idősebb, de fiatalos maradni. Én szerintem ez az egyik útja annak, hogy az ember boldog legyen. Nem anyagi boldog, hanem lelkileg boldog. Igen, egyetértünk. Juditka, egy záró mondatot. Mit kívánsz a karcagiaknak, berekieknek, a Hortobágy körül élő embereknek? Nehéz úgy összefoglalni egy mondatba, de valahogy az egymásra figyelés, az egymás tisztelete, az egymás iránti segítőkészség, az együttműködési készség, az egy nagyon fontos így az emberi kapcsolatokban, ez az egyik. A másik, hogy lehet, hogy aki itt él, természetesnek veszi, hogy jó víz van, hogy egy gyönyörű természeti világörökség jó van, jó levegő. Tehát, hogy ezt azért néha gondolkozzanak el azon, és értékeljék, hogy mi van itt, miben élnek. Kaptam. Igen, tehát hogy ezeket így fontosnak tartom. És hát élvezzék az életet, mert azért nagyon sokban szerintem rajtunk múlik, hogy a magunk életével mit kezdünk. Tehát sok dolog van, ami tőlünk függetlenül van, és nincs rá hatás, nem tudjuk megváltoztatni, de a saját életünk, hogy hogyan gondolkozunk, hogyan mozgunk, hogyan étkezünk, az azért rajtunk múlik. Úgyhogy köszönöm szépen a kíváncsiságot, meg a jelenlévőknek is az érdeklődést. Úgyhogy a legjobbakat kívánom önöknek. Köszönjük szépen.